Szegi Jurisics tér egyik ikonikus épülete, a Sgraffitos ház, sok különlegességet rejt, s külső jegyeiben is jellegzetes vonásokkal rendelkezik. A reneszánsz stílusban épült ház kezdetben egyszintes volt, az 1560-as években bővült még egy szinttel. A homlokzaton látható díszítés egy olasz technikával készült, amit Sgraffitónak hívnak. A munka során több réteget visznek fel a falra, amit aztán néhol visszabontanak, kikaparnak, s így alakítják ki a kívánt motívumokat. Egy felirat olvasható az ablakok felett, non est volentis, neque currentis, sed miserentis dei, ami annyit tesz, nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörületes istené. A latin nyelvű idézet Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levelének egyik sora, és olvashatjuk Ottlik Géza Iskola a határon, illetve Szabó Magda Abigail című regényében is. A kapuszínbe lépve jobb oldalon a Battyányi család Pelikános címerét fedezheti fel a látogató. A beszélő házak projekt keretében történészeink egészen a 18. század elejéig visszamenőleg azonosították a ház lakóit. A Salamon, a Haas, a Baumann és a Schlamatinger családok történeteit is őrzik e falak. A Sgraffitos ház ad otthont a Társadalom és Európa Tanulmányok Intézete Alapítvány, valamint a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete könyvtárának már 10 éve. A könyvtár számos információforráshoz biztosít hozzáférést, ezzel támogatva az intézetben és a Pannon Egyetem Kőszeg kampuszán folyó kutatási és oktatási tevékenységet. Jelenleg a külön gyűjteményekkel együtt közel 12 000 kötetes, többségében angol nyelvű állomány várja mind a társadalom, mind a természettudományok iránt érdeklődő olvasókat. 2018 tavaszán az épület homlokzata és a könyvtári terek is megújultak. Nem csak kívülről szembetűnő a változás. A tetőtér beépítésével a belső terek maximális kihasználtsággal működnek. A könyvtár alsó szintjén az információs és tájékoztató pult, 2 olvasóterem, társalgó és kutatószoba kapott helyet, míg felső szintjén multimédiás terem fogadja a használókat.